Európa népessége rohamosan öregszik. Jövőre a becslések szerint a 65 év felettiek száma meghaladja majd a 15 év alattiakét. Ez áll a WHO jelentésében. Az egészségügyi világszervezet az egészségesebb életmódot szorgalmazza az idősebb korosztály jólétének biztosítása érdekében. A kiinduló pont a táplálkozás, amellyel kapcsolatban a WHO szerint a kormányoknak is többet kellene tenniük. Az egészséges táplálkozás érdekében az élelmiszerek újratervezéséről, sótartalmának csökkentéséről, a transzsírok és a cukorfogyasztás korlátozásáról van szó. Emellett hasznosak lehetnek az idősebb felnőttekre szabott figyelemfelkeltő kampányok, de az idősbarát környezet kialakítása is a várostervezés területén, mondta a WHO sport és egészségügyi tanácsadója. Az aktív életmód és a rendszeres testmozgás szintén alapvető fontosságú. A WHO szerint nem csak az egyének számára előnyös, ha fittek maradnak. Az OECD-vel együttműködve az évelején közzétettünk egy jelentést a fizikai inaktivitás költségeiről az Európai Unió egészségügyi rendszereiben, és becsléseink szerint évente 8 milliárd eurót lehetne megtakarítani, ha több ember lenne fizikailag aktív, és teljesítené a WHO által ajánlott fizikai aktivitási szintet, tette hozzá Stephen Whiting. A jelentés sürgeti a kormányokat, hogy tegyék lehetővé az idősek számára a jobb életminőséget, miközben fenntarthatják a szociális kapcsolatokat, és hozzájárulhatnak a társadalomhoz, ami mind egészségügyi előnyökkel jár.